Kedves testvérek, ha kicsit elmélkedünk a karácsonyi történetről, akkor annak szinte minden helyzetébe bele képzelhetjük magunkat. Ugye lehetnénk mi azok a bölcsek, a három királyok, akik jönnek napkeletről, és követik a csillagot, és aztán amikor a saját eszükre támaszkodnak, és bemennek Jeruzsálembe, mert a félvárosba kell, hogy megszülessen biztos a nagy király, akkor ezt el is veszítik, és aztán amikor újra helyes útra térnek, akkor újra meglátják a csillagot, és hát gondolhatjuk mi is azt, hogy itt van az életünkben Jézus Krisztus, mint vezérlő csillag, a Szentírás, az imádság, az egyháznak a tanítása, és amíg ezt követjük, addig biztos, hogy elérkezünk a teljes megváltáshoz, még ha saját eszünkre támaszkodunk, hát akkor bizony eltévedhetünk jobbra-balra, erre-arra. De lehetünk mi a pásztorok is, akik hát egyszerűen élik az életüket, a mindennapos munkát, azt, hogy nekik azt tenniük kell, végzik a dolgokat, és aztán időről időre betör az életünkbe valahogy Istennek a valósága, egy nagy lelki élményen keresztül, egy megvilágosításon, vagy akár imádságon keresztül, vagy egyszer csak hirtelen valahogy megérezzük, hogy ami most történt, az nem valami véletlen, hanem ez valóban Istennek egy kegyelmi jelenléte az életünkben, hogy megéri minket a Szentírásnak egy igéje, de mindenképpen ugye hallgatnunk kell erre, ahogy a pásztorok is hallgattak az angyaloknak a szavára, és akkor bementek a barlangba, és ott meglátták a megváltót, a most született megváltót. Tehát nagyon fontos, hogy merjünk bízni azokban az élményekben, amelyek akár a szívünkben belülről, akár kívülről, akár testvéreinken keresztül, akár kifejezetten isteni megnyilatkozásra, álomban, imádságban, proféciában, bármilyen más módon jelentkezik az életünkbe, ezek nagyon fontos irányjelzők. De lehetünk azok is, akik benn vagyunk már a barlangban, a Mária és József társaságában, ahol ugye, hát látszólag semmiféle csodálatos dolog nincsen, nincs csillag, ami vezetne, nincsenek angyalok, csak egy jászol van, egy házaspár és egy kisbaba, mert nincsenek külső csodák, mert a csoda maga az, ami ott van, Jézus Krisztusnak a valósága a kisgyermek képében. Mert lehetséges, hogy éppen úgy élünk, hogy nem érezzünk semmi külső jelet vagy csodát, de mégis maga az, hogy élhetünk, hogy Krisztushoz tartozunk, ez maga a csoda, hogy Krisztus bele van testesülve a mi életünkbe, és hogy a Szentlélek által nekünk életünk lehet benne, hogy mi Krisztus testének a tagja, és a Szentlélek temploma vagyunk, hogy magunkhoz vehetjük őt a szent áldozásban. Ez akkor is egy végtelenül nagy csoda, hogyha ennek semmi külső jelét nem érezzük, hiszen Isten egy lelki valóságú, a mi lelkünkkel úgyis kapcsolatban lehet, hogy ez nem járja át a mi testünket, a mi érzékeinket, nincsenek nagy érzékek, de mégis, amikor mi ott vagyunk hittel a magunk családjában, és megéljük ezt a Krisztushoz tartozásunkat, akkor a legnagyobb csoda Istennek a jelenléte közöttünk mégis valósággá válik. Hogy a Szent Családnál, hogy a Mária és József is egy kisbabát látott, akit pelenkázni kellett, akit etetni kellett, aki felsírt, és mégis hitték és tudták, hogy az élő Isten van közöttünk ebben a kisgyermekben. Ugyanúgy kell nekünk is hinni, hogy a napunk kis cselekedeteiben, a munkánkban, bármennyire titokzatos módon, de mégis jelen van Isten. Hát amikor most megéljük ezt a karácsonyra való készülődést, ezt az adventi várakozást, éppen akármilyen állapotban vagyunk, egy biztos vezetés alatt, egy hirtelen feltörő lelkületben, vagy akár a csendes mindennapokban, az a várakozás és az az öröm jár át minket, hogy igen, mi Istennel vagyunk, az ő jelenlétében élünk, az ő csodáját, az ő kegyelmeit várjuk, és amikor ebben a várakozó hittel vagyunk, akkor biztos, hogy Istennek a jelenléte újra és újra megmutatkozik az életünkben, akár álomban, ahogy József intést kapott, hogy menjen, mert most éppen ki kell mennie Egyiptomba, vagy vissza kell jönnie, akár tanításban, ahogy Jézus egész életével tanított a családját és a körülötti lévőket, akár más módon, de ez a várakozás napról napra, még a küzdelmek között is, de beteljesedik, és így lépünk előre kegyelemről a kegyelemre. Én mélységesen hiszem, hogy Isten maga is ünnepel minden karácsonykor, és ezt az ünnepet, ezt velünk együtt akarja megünnepelni, velünk együtt akarja átélni,
hogy ő egészen nekünk ajándékozt önmagát, ő egészen emberré lett, hogy mi pedig általa, ebben az isteni életben részesülve, Isten gyermekévé válhassunk. Adj Isten, hogy ez a mostani advent és karácsony beteljesítse ezt életünkben. Amen.